Köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit! Mai műsorunkban a téti fúvósok adventi koncertjén készített felvételénket mutatjuk be. Vladika Zsófia lelkész elmondta, több évtized a hagyomány, hogy az evangélikus templom ad otthont a nagyszobású koncertnek. Több évtizede hagyomány, hogy advent első vasárnapján a téti fúvósok itt adventi koncertet adnak, erre készülünk most is. Isten vagy a Mammon, ez lesz most idén a címe, illetve most egy új kezdeményezés, hogy az adventi vasárnapokon, az Isten tisztelet elején hittanosaink szolgálnak ifjúsági énekekkel, illetve egy-egy verssel, és ennek keretében gyújtjuk meg a gyertyát, illetve a gyertyákat. Műsorunkban részleteket láthatnak a téti fúvósok adventi koncertjéből. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a téti fúvós zenekar és zeneiskola 22. adventi koncertjén itt az evangélikus templomban. Külön szeretettel köszöntöm Gyopáros Altár képviselő urat és kedves feleségét, Bánfi Lajos polgármester urat és feleségét, Széles Imre igazgató urat és kedves feleségét, Horváth Lajost és Vargányi Rampert Andreát a tankerület képviseletében, minden kedves vendégünket, a fúvós zenekar tagjait is, akik remélhetőleg ma itt elkápráztatnak minket ismét egy nagyon szép koncerttel. Isten és Mammon, Isten vagy Mammon, ugye ezt a címet kapta a mai koncert. Én szeretném felolvasni azt az igehelyet, ami Máté evangéliumában erről szól. Ezt mondja Jézus Krisztus, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Advent idején azt gondolom, hogy különösen is aktuális ez a jézusi mondat, nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak, hiszen sokszor sok minden csak a külsőségektől szól ilyenkor. Adventi vásárról, ajándékokról, pénzköltésről. De van-e idő, vajon közösen meggyújtani az adventi gyertyát? Van-e idő közösen készülni arra, ami valóban az ünnepnek a lényege? A nagy sürgés forgásban vajon eszünkbe jut-e, hogy mire is való ez a 4 hét? Jó lenne, hogyha ez a mostani adventi időszak, ez az advent valóban a karácsonyi készülődésnek lenne. Annak az ideje, hogy várjuk Jézus Krisztus a megváltó születését. Nem azt nézzük, hogy kinek mekkora ajándékot vegyünk, adjunk, kinek mekkorát kell adni, hanem arra emeljük a tekintetünket, hogy Isten mekkora ajándékot adott nekünk. Hogy egyszülött fiát, Jézust ajándékozta az emberiségnek kegyelemből, szeretetből. Legyen ez az advent, annak az ideje a számunkra, amikor igazán felfedezzük, hogy miért hívjuk a karácsonyt a szeretet ünnepének. Hogy az a szeretet, annak a szeretetnek az ünnepe, amit Jézus Krisztusban mi megtapasztalhatunk. Hát szolgáljon a fúvós zenekar Isten dicsőségére, a mi töltekezésünkre, Isten szeretetéből, a fiatalok és idősebbek tehetségünkből. Átadom. Yeah.
22 évvel ezelőtt voltunk itt először advent első vasárnapján a zene. Akkor még karácsonyi lelki előkészületnek indult a műsor. Hamar kiderült, hogy nincs annyi adventi zene, legalábbis olyan, ami fúvó zenekarral játszható, ezért minden alkalommal egy-egy bibliai idézet, vagy egy zeneszerző évfordulója szolgált mostól ahhoz, hogy a mindennapi jótásfutás közben jó egy órára saját lelkünk felé irányítsuk figyelmet. Mai műsorunk mottója Isten vagy ma. Azt hiszem, ez egy karácsony előtt különösen alkalmas. Ugyanazokat a szavakat használom majd én is, mint a lelkésznők, nem beszéltünk össze. De egyről szeretnénk beszélni. Ugye azt mindenki ismeri, hogy Isten. Az is, aki nem hisz, mert azt káromolja, de az, hogy mi a mammon, azt én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudják. Tehát akinek a pénz az istene, azt hívjuk mammonnak, de ennél sokkal bonyolultabb ez az egész dolog. Nem akarom felolvasni ugyanezt a bibliai idézetet, de annyit elmondok, azért itt arról van szó, hogy a lélek szerint vagy a test szerint élünk-e, Istent vagy az ördögöt szolgáljuk, szellemi vagy az anyagi világ vonza bennünket legjobban. Manapság annyira a pénz, az anyag, a birtoklás lett az élet fontos központi kérdése, hogy különösen aktuális ez a Máté evangéliumából való részlet. Miközben gyönyörű zenéket játszhatunk, hallgathatunk, gondolkodjunk el azon, vajon a mi életünkre vonatkoznak ezek a mondatok. Életünkben jut-e hely az Istennek? Pontosabban, ki vagy mi áll az első hely? Az Isten vagy az állandó szerzési és birtoklási vágy? Kit szolgálunk? Isten vagy a mammon? Advent nem egy kiemelt vásárlási időszak, vagy nem annak kellene lenni, hanem Jézus születésére való lelki felkészülés időszaka. Műsorunk nyitányaként egy 17. századi francia misekönyvből való latin nyelvű éneket, majd annak magyar fordítását, valamint Kodály Advent ének című kórus művének átiratát hallották. Bach suite következik. Thank you.
És Kodály amolyan a házi szerzői ezeknek a koncertjeinek. 22 év alatt alig volt olyan, hogy tőlük ne játszottunk volna valamit. Bach a kedvenc zeneszerző. Elég sokat beszéltem már róla az elmúlt évtizedekben, most néhány nagy embert szeretnék idézni Bach zenéjéről. Kodály azt mondja, Bach művei legtisztábban tükrözik a világrend megbonthatatlan egységét és állandóságát. Mahler viszonylag kevésbé ismert, de nagyon nagy zeneszerző volt, sőt, nekünk különösen kedves, mert 1888-tól 3 évig a Budapesti Operaháznak volt az igazgatója. Ő a következőt mondta
Bach zenéjétől megtisztulok. Ebben a forrásban mosom le magamról a kulisszák mocskát. Beethoven. Bach meghalt, de fel fog támadni, ha majd tanulmányozni fogják. Most nem érnek rá az emberek. Ugye Beethoven meghalt 1827-ben, két év múlva már volt egy olyan fiatalember, akit úgy hívtak, hogy Mendelssohn, mindenki a nászindulóját ismeri, aki lefújt a Bach műveiről a port, és elsőként a Máté Passiót adták elő. Addig ugyanis az volt a szokás, hogy mindig kortárs zenét játszott. Szóval egy idő után kezdtek el visszanyúlni a régi zenéhez, és hát tulajdonképpen ezt az egészet Mendelssohn indította. Mi van Bach zenében? Világrend, örök harmónia, lélek tisztító fogja. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, csak idő kell, és hallgatni kell Bachot. Most a G-moll preludium és a fuga következik, ami eredetileg orgonára készült, de szerintem fúvó zenekarról jól lesz. Bob Dylan nem hitszólók volt, hanem egy amerikai énekes tár. Ezt mondja, valakinek szolgálnod kell, lehet ez az ördög, de lehet az az út. Egy kánon következik. Vége van már a szolgaság. Mikor van vége a szolgaság? Mi a különbség a szolgálat és a szolgaság között? Erre van egy jó hasonló. Mi a különbség a szerzetesi és a börtöncella között? Látszólag semmi, mindegyik egy pár négyzetméteres kicsi helyiség. A különbség annyi, egyikben önként megy az ember, a másikban meg úgy viszi. Az egyik embert a hittel viszi a cellába, a másikat a bűn. A rab vízszintesen akar menekülni, de mindenütt rács és őr. A szerzetes, idézőjelbetéve, függőlegesen menekül. Fölfelé, az Isten felé mindig szabad az út. A szerzetes az Isten szolgálja, a rabnak legtöbbször kevés volt a mammon, vétett az isteni parancsok ellen, csalás, lopás, hadugság, stb. És bűnei szolgaságba taszították. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy a mostani kánonnak ugyanaz a szerzője, mint amit majd utána játszok, egy ötételes művel. Tehát a kánon. Szolgaságban, si a
tanúsága szerint is két út van előttünk. Egyébként ott másról van szó. Bizony választani. A filozófia is alapvetően kétfajta világnézetet ismer. Idealista és materialista. Ha a magyar történelem utóbbi évtizedeit nézzük, mindig a materialista világnézetet akartán ránk előtte. Egyik a marxizmus volt, a másik pedig a mai liberális piacgazdaságot erőltető fogyasztói társadalom. Sajnos az emberek többsége tehetetlenül, vagy örömmel követi ezeket az irányokat. Egyénileg persze választhatjuk az idealista szemléletet is. Goethe Faustjában, Gúnó azonos című operájában azt hirdeti Mephisto az ördög, eladó az egész világ. Úgy látszik a mammon, a fogyasztás világa, Bibliától a mai napig vonzó az ember számára, mert az anyag kézzelfogható, szemmel látható és legtöbbször rövid távon örömöt hozó. Erről a szemléletről mondta Beethoven, az ember nem áll sokkal a többi állat fölött, a legnagyobb élvezete a terített asztal. Ismét táncok, most egy angol szerzőtől Pörszültől következnek. Valamikor a tánc nem ösztönös, spontán szórakoztató műfaj volt, mint manapság, hanem a rituális szertartások fontos elemet.
András Halő Bertalan, egykori kultusminiszter szeretném a témában idézni. Azt mondja, hogy vérre menő harc folyik a lelkekért, az igaz király, Isten és a sátán, a mamon. Az igazi király velünk és értünk harcol a bohóc király ellen, aki elcsábítja nemzetet. Az igaz király, Krisztus, vérét ontja alatt valóért. A mindenkori bohóc király mások vérét szipul. Az igaz király szenvedést ajánl és kér, vagy legalábbis annak elfogadását, hogy általa megtisztuljunk, és az örök béke legyen osztályos. A sátán, a mammon jólétet, érzéki örömöket kínálgat, csábos reklámozás. Mikor aztán ezek nem használnak, kifogynak, kétségbe esésbe tanít. Eddig az András Valé Bertalan igazát azzal támasztom alá, a magyar lakosságnak a 19%-a depressziós. Ez 2007-es adat. A szolgaságnak következménye van, azt írja Pál apostol, a bűn zsoldja a halál. A szolgálatról is tanít Jézus, amikor tanítványai azon versengenek, hogy ki a nagyobb közülük, ki fog ülni jobbján, akkor a következőt mondja. Aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgálja. A szolgálatnak is következménye van. Aki nékem szolgál, mondja Jézus, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. A zenélést a mindenki által rendelkezésre álló hangszeren, az ének hangon keresztül lehet megvalósítani. Kodály Stabat Matere, nagyon lassú, szomorú zene. De a keresztény embernek nem a cselekményben és a zenében rejlő szomorúság tetszik, hanem az, hogy tudja, a nagypéntek után húsvét, a feltámadás, az örök élet következik. Ahogy Jézus a nyolc boldogságban mondja, boldogok a szomorkodók, majd megvigasztalják őket.
nehogy szó érje a ház elejét, hogy mindig csak a futbolistáknak, meg klarinétosoknak, fürtősöknek írok át zeneműveket, ezért most egy olyan darab következik, melyben csak a mélyítősök játszik. Október 4-én voltam Kolontáron a Vörösisza 5. évfordulóján, és ott többek között volt egy hangverseny, ahol egy férfi kórustól hallottam a következő művet. Latin nyelvű, egyházi zene, az egész kórus szövege mindössze ennyi. Ne nekünk, Urunk, ne nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget. Európában nagy komolyan, orrukat lógatva, fegyelmezetten ülnek az emberek a templomban. Nem énekelnek, vagy csak nagyon kevesen, hagyják, hadd végezze a pap meg a pántor a munkáját. Afrikában több órás a mise. Énekelnek, táncolnak, így is dicsőítik az Istent. Biztosan látok már tévében, amerikai filmben olyan jelenetet, amikor gospelt éneklők hajlonganak, tapsolnak, táncolnak. Néhány hát az Apáca Show című filmen, amiből pont egy ilyen egy-két perces jelenetet láttam. A most következő zenemű ezt az afro-amerikai stílusú jazz zenét képviseli. Hallgassák meg mindjárt tubásoktól az első nyolc.
mai mottunk egy kérdés, amilyen mindenkinek nem szó van, hanem az életével válaszolni kell. Kit vagy mit szolgálunk? Isten vagy a mammon? Sajnos manapság az emberek többsége a kérdés feltevéséig sem is el, mert Istenről semmi információja sincs. A mammon a pénznek teljesen átszövi a mindent. A 19. század végén, sőt a falvakban még tovább, az emberek gyerekkoruktól rendszeresen részt vettek valamilyen szertartásra. Látták a templomok szobrait, festményeit, üvegablakait, hallgatták prédikátorokat, tanításokat, bibliai szövegeket, egyházi zenét, éneket. Ismerték a vallási szimbólumokat. A 20. századi baloldali és liberális eszmék elvették az Isten, de nem adtak helyet se semmit. Illetve jólétet ígértek, de az látszik, hogy az emberek ezzel nem elégedett. Gyermekkoromban nem is olyan régen, hogy 60 éve ezelőtt, adventi időszakban minden nap elmentünk a Rorátéra a templomba. Ma a gyerekek 90%-a, vagy a szülők sem, nem is tudják, mi az a Roráté. Tehát a templomban minden nap elmentünk, de boltba egyszer sem, mert pénzünk nem volt. Ma a boltba minden nap kell menni, mert csak a friss kenyér a jó. Templomban esetleg vasárnap. A lakosságnak a 600. Így aztán az emberek többsége karácsonyára úgy dönt, vegyük meg a 100. legót, meg a 100. plusz állatot a gyereknek. A gyereknek persze nem erre lenne szüksége, hanem arra, hogy időt szálljunk rájuk, játszunk, beszélgessük velük. A karácsony valódi tartalmára. A vásárlás pótcselekvés. A vásárlás a könnyen megoldás. Téli szünet után mindig megkérdeztem a növendékeimet, mit hozott a Jézuska, milyen ajándékot kapták karácsonyban. Egyik válasz így hangzott, csak azt kaptam, amit kértem. Ennyit a mammonról, amit kap, ami van, az úgyse. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a zeneiskola tanárainak, a gyerekeknek, hogy felkészültek erre a mai hangversenyre. Külön szeretném megköszönni a zenekar tagjainak, mert nagyon szép számban vettek részt a próbákon. Sok mindent kínál a mai világ. Örülök annak, hogy a péntek estéket ezekkel a gyönyörű muzsikákkal töltötték. Az első adventi koncertjeinket egy-egy korát eléneklésével zártuk. Legyen ez most is így. Mindenki, aki tudja, énekelje velünk az erős várható Istenünk kezdetű korál első és második verszakát, de előtte hallgassák meg az ugyanára a dallamra Gárdonyi Zoltán által komponált korál előjelét, melynek modern a hangzása a 20. század második felére született.
Az adventi koncert után tea, forralt bor és házi sütemények várták a tétieket. Az evangélikus templom előtt lehetőség nyílt a borozgatás és a teázás közben egy kis beszélgetése is. És teát vagy forralt bor? Forralt bor. Forralt bor. Forralt bor. Bor is van, tea is van. Teát kérdés. És te? Még ott vannak a sütik a másik asztalnál. Ott vannak a sütik. Nem baj, azt tessék meg. Itt a Marianna néha. Jó, köszönöm. Ketten vagytok, vagy hol? Ja, ketten már. Adjatok teát, legyetek. Van ott a másik asztalnál sütik. Igen, már adom is, bocsánat. A klímaváltozás, a globális felmelegedés hatásait mindannyian a bőrünkön érezzük. Nap mint nap, hétről hétre tapasztalhatjuk ennek hatásait. Az egyik nap még fázósan húzzuk össze magunkon a kabátot, majd másnap hőgutát kapunk szinte, olyan forróság van. Az egyik héten még évszázados rekordot döntő árvizek ellen kell védekeznünk, néhány hét múlva pedig már az aszály jelent problémát. És mindez a globális felmelegedés, a klímaváltozás következménye. Itt van mögöttünk a Duna. Mindannyian emlékeznek arra, hogy 2 évvel ezelőtt milyen heroikus erőfeszítésbe került az, hogy a megáradt folyó, az évszázados rekordot döntő folyó ne okozzon súlyos kárt itt Budapesten és az ország más településein. Kevesen tudják, hogy a II. Világháborút megelőzően ez a folyó itt Budapestnél soha nem érte el, nem haladta meg a 8 méteres szintet. Az elmúlt 10 évben viszont már 4-szeres, és 2 évvel ezelőtt közel járt a 9 méterhez. Mindez a klímaváltozás következménye. Nyugodtan mondhatjuk, hogy vízválasztóhoz érkeztünk. Vízválasztóhoz a 21. század elejére, a klímaváltozás szempontjából, és vízválasztóhoz az idén, amikor Párizsban, az év végén a világ vezetői azért gyűlnek össze, hogy közös döntést hozzanak, és esélyt adjanak a jövő nemzedékének, esélyt arra, hogy a klímaváltozás problémáját megoldják. Arra kérem önöket, hogy támogassák azokat, akik szeretnének valamit tenni a klímaváltozás káros hatásai ellen. Sok százmillió allergiás beteg, zöldelő jégmezők és Magyarországon telelő gólyák. Vajon mi a közös ezekben a furcsa, össze nem illő jelenségekben? Az, hogy valamennyi összefüggésbe hozható a globális felmelegedéssel. A felsorolást még hosszan lehetne folytatni, de talán érdekesebb, ha megnézzük, pontosan miről is van szó. A klímaváltozás nem valami jövőbeni, az unokáinkat sem érintő jelenség, hanem a valóság. Meleg van. Ezt mindenki a bőrén érzi, vagy úgy, hogy valóban melegebb van, vagy úgy, hogy olyan szélsőséges időjárási jelenségekkel találkozik, mint még soha. A Föld történetében volt már ennyire meleg, de akkor egészen másként nézett ki a bolygó. Utoljára valamikor 3-4 millió évvel ezelőtt a pliocénkorban volt annyi széndioxid a légkörben, mint most. Akkor kb. 2-3 fokkal volt magasabb az átlag hőmérséklet, mint manapság. És ez azt jelentette, hogy 9 méterrel volt magasabb a tengerek szintje.
el tudjuk azt képzelni, hogy milyen lenne, ha ma 9 méterrel magasabb lenne a tengerszint. Olyan volna, mintha elolvadna minden gleccser. A magyarok kedvelt kirándulóhelye Velence nem létezne. Egyiptom vagy Spanyolország egy része víz alá kerülne, és Svédországba járnánk nyaralni. De mi is történt a bolygónkkal, hogy úgy viselkedik, mint sok millió évvel ezelőtt? Berépesítette és túlnépesítette egy olyan faj, amelynek minden eszköze megvolt ahhoz, hogy átalakítsa a környezetét. 1945-ben 2 milliárd ember élt a bolygón, ma több mint 7 milliárdnyian vagyunk. 10 000 nemzedék kellett ahhoz, hogy az emberi faj megjelenésétől kezdve elérje a 2 milliárdot, és mindössze 1 nemzedéknyi idő ahhoz, hogy 2 milliárdról 7 milliárdra emelkedjen a száma. A túlnépesedés az ipari forradalom következménye. A népesség növekedés gyorsulása annak a jele, hogy az emberi faj minden korábbinál könnyebben éri túl a környezeti és társadalmi veszélyeket. Jobban veszük az akadályokat, mint bármikor az elmúlt 150 ezer évben. Ez mindenképpen jó hír. De vajon az emberiség múltbéli sikerei előrevetítik-e, hogy meg is tud birkózni azzal is, ami ezután következik? Az ipari forradalom a kulcs szó ahhoz, hogy megértsük, mi történik a Föld légkörével, hogy miért melegszik a bolygó. A 19. század második felétől kezdve egyre gyorsuló ütemben nőtt az üvegházhatást felerősítő gázok jelenléte a légkörben. A hangsúly azon van, hogy ezek a gázok csak felerősítik az üvegházhatást. Ha ugyanis nem lenne a víznek és a gázoknak ez a körforgása, a Föld felszínén a mai átlagos 14 fok helyett mínusz 19 Celsius fok lenne. Van tehát természetes üvegházhatás, de amiről most beszélünk, az korántsem természetes. 15 év múlva, tehát szinte holnap, 2030-ra az eredeti mennyiség kétszeresét éri el a légkörben levő széndioxid mennyisége. Emiatt az utóbbi 30 évben minden egyes évtized végén megállapították a tudósok, hogy az volt a mérése kezdet óta a legmelegebb. Így volt ez az 1980-as években, majd a 90-es és a 2000-es évek is hőmérsékleti rekordokat döntöttek. Magyarországon még soha nem volt annyi és olyan hosszú hőségriadó, mint 2015-ben. Idén nyáron 5-ször rendelték el a riasztást, és a leghosszabb hőhullám meghaladta a 10 napot, amire korábban soha nem volt példa. Ez azt jelenti, hogy a napi átlag hőmérséklet 27 Celsius fok fölött maradt 11 napon keresztül. De miért baj ez, azon kívül, hogy kellemetlen? Sok egyéb mellett azért, mert az idősek, mint én, a betegek, a gyengébbek halálozási aránya 20-25%-kal is növekszik a forró napokon. A jövőben még több és még hosszabb hőhullámokra készülhetünk. A Kárpát-medencében ugyanis sokkal gyorsabban és intenzívebben jelentkeznek a felmelegedés hatásai. 2070 körül évente 25 napon át lesz rendkívüli forróság, és a mai kisgyerekek azt is megélhetik majd, hogy évente átlagosan 60 napon át kell 35-40 fokos hőségben élniük, sőt, dolgozniuk. A tudósok ma kb. 2100-ig becsülik a változásokat, pedig a széndioxid sokkal tovább marad a légkörben. A jelenlegi változások éppen azért drámaiak, mert összehasonlíthatatlanul gyorsabbak, mint a korábbi éghajlatváltozások. Míg a Föld történetében korábban volt idejük és terük a fajoknak alkalmazkodni a változásokhoz, addig egy túlnépesedett bolygón, ahol nincs hová vándorolni, és nem marad megművelhető földterület, katasztrófát okozhat a gyors éghajlatváltozás. Egy kényelmes előadóteremben vagy egy fotelben ülve ma elképzelni is nehéz, hogy népvándorlást, járványokat, éhínséget és háborúkat okozhat az éghajlatváltozás. De nem kell ölbetett kézzel várnunk a világ végét. A környezet megóvása szempontjából a kis lépések is nagynak számítanak.
Ha nem pazaroljuk a vizet, az élelmiszert, ha csak annyit veszünk el a természettől, amennyire valóban szükségünk van, akkor már sokat tettünk. Ha hetente csak egyszer nem eszünk húst, vagy biciklire ülünk, ahelyett, hogy autóba ülnénk, ha a hulladékra úgy tekintünk, mint nyersanyagra, és ha szolgálatokba állítjuk a megújuló energiát, megmenthetjük azt, amit eddig az emberi faj elért. Csatlakozzunk azokhoz, akik arra kérik a világ vezetőit, hogy egyezzenek meg a globális felmelegedés megfékezéséről. Év végén Párizsban ismét összeülnek a politikusok, hogy a klímacsúcson döntéseket hozzanak. Csatlakozz te is az Élő Bolygón kampányhoz, hogy ne legyen túl késő. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy valójában én hogyan élek, és én odafigyelek-e, és hihetetlen lelkiismeret furdalásom van, mert szerintem a mindennapi életben ezt nagyon nehéz az egyszerű embernek követni, hogy mikor teszek jót, mikor nem, és közben meg azt érzem, hogy olyan gőgösen kizsákmányoljuk a Földet, és amikor nézem ezeket a természetfilmeket, akkor azt érzem, hogy olyan csodálatos, amiben élünk, és mi ennek nem kizsákmányolói kéne, hogy legyünk, hanem egyszerűen a természethez hozzátartozunk, és hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Én a Mátrában nőttem fel, nagyon sokat kirándultunk a szüleimmel. Aztán én magam is szerettem volna ezt bevezetni az én gyerekeimnél, és azért úgy néha-néha sikerült, de nem voltunk rendszeres túrázók. Én nagyon vágyom rá. Nekünk van egy házunk az Őrségben, ami nagyon közel van a természethez. És az a régi élet, amit mondjuk a parasztok éltek régen, hogy mindennek megvolt a maga helye. Tehát semmit nem dobtunk ki, mindent valamire felhasználtunk, és minden visszakerült a körforgásba. És hogyha ezt meg lehetne valósítani, persze, hogy ez egy 24 órás elfoglaltság, és akkor már tényleg nem beszélünk arról, hogy én színész akarok lenni, és előadásokat akarok csinálni. Arról beszélek, hogy hogyan szeretném ezt kiteljesíteni. Benne van a fejemben, hogy ez még lehetséges. Tehát, hogy az én utamban ez még egy lehetséges választás. Én környezet dühösen élek. Tehát annyi fölösleges dologgal találkozom, amit a 21. század hajnalán egyszerűen nem értek, és akkor kifejezetten ideges tudok lenni. Néha rácsodálkozom, bevegyek egy bankba, és aláírunk 30 papírt, miközben egyébként internetes kapcsolatban vagyok például az intézménnyel, és mivel ott várakoznom kellett, elkezdtem kiszámolni, hogy ebben a pillanatban hány ember ír alá a világon teljesen fölöslegesen egy papírt, és amögött mennyi emberi munka, és főleg mennyi fa van. Tehát nem fogjuk fel, hogy ez így lehetetlenség. Olyan különös, hogy soha nem hiszi el az emberiség, hogy bekövetkezhet az, ami közben egyre nyilvánvaló módon bekövetkezik. Tehát sokkal nagyobb energiákkal kéne valószínűleg szinte csecsemőkortól rávezetni az embereket arra, hogy milyen módon kell védekeznünk. Én azt tudom mondani, hogy idén először volt egy olyan rövid szakasz az életemben, hogy pontosan akkor tudtam lemenni az őrségi telkünkre, a diófához, amikor kell. Tehát jó ritmusban szedtem össze mindig a diót, jó ritmusban összedtem le a zöld diót is még, hogy a diópálinka készüljön belőle. Jókor mentem le égetni az avart, és összeszedni még a maradék diót. Tehát együtt éltem most, ha nem is az egész természettel, de legalább a saját diófánkkal. És nagyon jó érzés volt. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!